fejleszt a posta, 2029-ig több 10 milliárd forintból bővíti a csomagfeldolgozásban érintett üzemi területét a Magyar Posta. Bemutatták a Most élsz kártyát. Arcképes, névre szóló kártya biztosítja a soron kívüli ellátást a megyei kórházban az autista gyerekek számára. Fenntarthatóság, egészséges életmód. Már óvodáskorban beszélni kell ezekről a témákról a gyerekeknek. -2700 négyzetméterrel nőtt a Magyar Posta nyíregyházi üzemének területe. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Magyar Posta 2029-ig mind a 23 depóját fejleszti, van, ahol bővítést, illetve automatizálást is terveznek. Erre több 10 milliárd forintot fordít a társaság a következő években. A fejlesztésre azért van szükség, mert évről évre nő a kézbesítendő árutartalmú küldeménymennyiség. Ez a forgalom az idei karácsonyi szezonban például 15%-kal nőtt az előző évhez képest. Jelképes szalagátvágás a Magyar Posta nyíregyházi logisztikai üzemében. A társaság helyi központja egy beruházásnak köszönhetően 2700 négyzetméterrel nőtt. A csarnokot még 2017-ben építették, most pedig már 5500 négyzetméteren folytatódhat a munka. Két fontos feladata van a posta dolgozóinak itt a Tünde utcai üzemben. Egyrészt a nemzetközi küldemények, másrészt a csomagküldemények feldolgozása történik itt. Egy-egy csomag mindössze egy éjszakát tölt itt. A dolgozók végeznek egy bizonyos jellegű előfeldolgozást, majd pedig utána 196 település mélységig feldolgozzák a küldeményeket. A nemzetközi küldeményekre értendően a csomagküldeményeknél egy kicsit más méretekkel, de hasonló a tevékenység, és feldolgozzák. Ugye itt a csomagoknál el kell különítenünk a raklapos és a nagyalkú küldeményeket, amelyeket a mozgatását ugye gépi segítséggel végzik, ami látható is itt a targoncás kollégánál, vagy pedig manuálisan. Az nagyon fontos, hogy a csomagküldemények a Magyar Postánál a teljes logisztikai folyamatnál azonosított kezeléssel történik, ami azt jelenti, hogy PDA-val minden egyes csomagot mi érkeztetünk és indítunk, tehát pontosan látható, hogy az a küldemény mikor érkezett ide, mikor távozott el tőlünk és ki kezelte. A növekvő csomagvolumen feldolgozását várhatóan ugyanakkor a humán erőforrással tudják majd megoldani, mint eddig, mivel elindul majd az üzem automatizálása. Ez egy automata feldolgozó gépsor, amely az autókról emberi erővel rátesszük ezekre a szalagokra, és ezek a szalagok a kézbesítő járásoknak, a futároknak fogja leosztani a csomagokat, és így nekik már csak az a dolguk, hogy a vevőkhöz eljuttassák a csomagjainkat. Ezt a rendszert először Győrben és Debrecenben teszteli a posta, és jövőre kezdik a nyíregyházi üzem automatizálását. Naponta átlagosan 7-10 ezer csomag fordul meg itt. Ennek átlagosan a kétszeresét adják fel az emberek a karácsony előtti időszakban. A Magyar Posta csomaglogisztikai történetének eddig 2019. december 3-a volt a legforgalmasabb napja, hangzott el a keddi sajtótájékoztatón. A webes rendelés folyamatosan nő, így a csomagforgalom is. A gördülékeny feldolgozás érdekében infrastruktúrális fejlesztések kezdődtek a Magyar Postánál. Az országos depóhálózat mind a 23 létesítményét érinti a több 10 milliárd forintos beruházás, ami 2029-ig tart majd. A teljes csomaglogisztikai képességünket megújítjuk, különböző helyeken, különböző módon. Összesen 23 darab létesítményt hozunk létre, vagy fejlesztünk tovább az országba. 19 vidéki depó és 4 budapesti ellátóközpontot fejlesztünk. Nem csak épületileg, hanem a benne lévő IT-infrastruktúra is teljes mértékben megújul, és a szortírozási képességünk, a gépi kapacitásunk, az automatizáltság is nagy mértékben nőni fog. A Magyar Posta azt javasolja, mindenki legkésőbb december 19-éig adja fel azokat a csomagokat, amelyeket karácsonyig szeretnének eljuttatni a címzettekhez. Közel 150 ezer forintos megyei önkormányzati támogatással jött létre a Most élsz kártya. Ezt az autista gyerekek használhatják a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház valamennyi telephelyén. A cél, hogy a szükséges kórházi vizsgálatok alkalmával soron kívüli ellátást kapjanak, így csökkentve az őket körülvevő türelmetlenséggel járó problémákat.
Laura is megkapta a Most Élsz kártyáját kedden délelőtt. A Most Élsz Egyesület kezdeményezése egyfajta infokommunikációs akadálymentesítés. Az autista gyerekek legtöbbje ugyanis szociális zavarral küszködik, amelyet sokszor az őket ellátó személyek is nehezen tudnak kezelni és tolerálni. Most pillanatnyilag 80 születésből egy gyerek válik autistává. Megyei vetületében ezt tudom elmondani, hogy az egyes számú tanulás képességvizsgáló bizottságban gyakorlatilag másfél-két hónapos a várakozási idő, és szinte rendszeressé vált, hogy minden napra jut egy autizmus diagnózis. Nyíregyházán közel 500 autista diák tanul intézményi keretek között, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat évek óta támogatja a Most Élsz Egyesület munkáját. Az elkészült kártyára is az önkormányzat biztosította az anyagi forrást. A megyei önkormányzat költségvetésében van egy szerény összeg, amit támogatásokra tudunk fordítani egyesületi civil szervezetek kezdeményezésére. 150 ezer forinttal támogattuk el az egyesületet ebben az évben, és ebből, ennek egy részéből valósították meg ezt az egyedi projektet, amely valóban nem a pénzről szól, hanem az odafigyelésről. Hiszen ezeknél a gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy egy fokozott jó hangulatot, egy közvetlen viselkedést, a türelmetlenségük mikor vált át hangoskodásba vagy fokozott mozgásaktivitásba. Ez pedig egy zsúfolt váróteremben senki számára nem szerencsés. Valamennyiünknek fontos az, hogy egy beteg magatartásában beteg gyereket megfelelően kezeljünk. Ne tegyük ki olyan várakozásnak, ami tovább fokozza azokat a magatartásbeli problémáit, amik alapból is megvannak. És ezzel a kártyával tulajdonképpen jelezzük a többi várakozó kisbeteg szüleinek, hogy mi miatt kerül előnybe, és miért kerül soron kívül ellátásra egy autista gyerek. És megelőzve ezzel azt, hogy azt a fajta türelmetlenséget, amit ezek a gyerekek tulajdonképpen a napi mindennapjaik során is mutatnak, ezt átadják az egyébként várakozó betegeknek. A Felső-Szabolcsi Kórházban már korábban is kiemelt figyelmet fordítottak az autista gyerekekre. Az intézmény főigazgatója azt mondta, ez náluk egy értékrend választás. Az itt dolgozók eddig is soron kívüli ellátásban részesítették ezeket a gyerekeket. Nálunk már úgy működött a fekvőbeteg ellátás során, és hogyha egy ilyen autista gyermeket felvettünk, akkor ő egy ágyas kórterembe került a szülővel elhelyezésre, és így azt gondolom magának a gyermeknek és a családjának is könnyebb volt az élete, illetve más gyermekeket sem zavart feltétlenül. Ezen a szokásunkon ezután sem szeretnénk változtatni. Ezzel a kártyával erre egy hivatalos szerződés is létrejött. A hosszú távú tervek között pedig az is szerepel, hogy ezt a kártyát országos szinten terjesszék ki az egészségügyi ellátóhelyeken. December végén a Magyar Nemzeti Bank bevonja a régi 10.000 forintos bankjegyeket a forgalomból, így már csak 2019. december 31-éig lehet készpénzes vásárlásoknál fizetni velük, közölte a jegybank kedden a honlapján. Mindez azt jelenti, hogy 2020. január 1-től már csak a 2014. december 1-e után forgalomba került, megújított 10.000 forintos bankjegyekkel lehet fizetni. Kiemelték, jelentősen elterjedtek a megújított 10.000-esek, amelyek a forgalomban lévő 10.000 forintos címlet 95%-át teszik ki. Hozzátették, a 2019. december 31-éig be nem cserélt régi bankjegyek nem veszítik el az értéküket, mert a bankokban és postafiókokban 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig díjmentesen beválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre. A fenntarthatóság és az egészséges életmód fontosságára hívták fel óvodásokkal foglalkozó szakemberek figyelmét a Nyíregyházi Egyetemen. A szakmai eseményen elhangzott, a területen dolgozók nyitottak ezen témák iránt, ami szükséges is ahhoz, hogy a gyerekek már ilyen fiatalkorban halljanak ezekről. Több száz gyakorló óvodapedagógussal és ugyanilyen szakos hallgatóval tett meg a Nyíregyházi Egyetem Besenyei aulája kedden. A tavaly után idén másodjára rendeztek számukra konferenciát, azzal a céllal, hogy olyan ismereteket nyújtsanak nekik továbbképzés jelleggel, amelyeket aztán kamatoztatni tudnak az óvodai nevelő munkában. Az idei esemény témáját a fenntarthatóság, az egészséges életmód és a testi-lelki egészség adta. Azt gondolom, hogy ez a három vezérszó vagy kulcsszó, ez nagyon szorosan összefügg egymással. A fenntarthatóság az egyik legfontosabb globális probléma ma Magyarországon, és nem csak Magyarországon, hanem a világban, és hát természetesen a környezet tudatosságot és az egészséges életmódra nevelést azt az óvodában kell kezdeni.
annál eredményesebb lesz. Az előadások során szó volt például az óvodások agyi-írési folyamatairól és mozgásfejlődéséről, valamint az óvodapedagógusok kiégéséről. Dr. Kis Ferenc a fenntarthatóságra nevelésről beszélt, szerinte a gyerekek ösztönösen érzik ennek fontosságát, így náluk a legkönnyebb a szemléletformálás. Elmondása szerint mi felnőttek ugyanakkor félreértjük a téma lényegét. A fenntarthatóság arról szól, hogy nekünk felnőtteknek, szülőknek, nevelőknek, döntéshozóknak és sorolhatnám mindenkinek, úgy kellene élni, hogy a gyerekeinknek biztosítsunk legalább olyan jövőt, mint amit mi megéltünk. És sajnos most nem ez a helyzet. Tehát azt is mondhatnám, hogy ne vegyük el tőlük. Na most, hogyha időben elkezdjük, és a gyereknek azt a természet szerezetét, ami benne van, hogy szereti a növényt, az állatot, és tele van érzelemmel, odaadó, ha ezeket sikerül megőrizni az általános iskolában, a középiskolában és az egyetemen is, akkor ez nagyon jó alapot ad. Mivel a gyerekeknek még nem lehet függvényeket, grafikonokat mutogatni, szerintem mesekönyveken keresztül lehet az ő figyelmüket felhívni. Úgy látja, jó úton járnak az óvodák, a szakemberek pedig nyitottak az újra változásra. Nyíregyházán egyébként 4000 óvodást látnak el az önkormányzat fenntartásában működő 35 helyen, összesen 167 csoportban. A városvezetés célja, hogy az infrastruktúrális feltételek mellett megfelelően képzett szakemberek is rendelkezésre álljanak. Az ő feladatuk ugyanis, hogy minél korábban átadják ezeket a fontos ismereteket. A gyerekekben rögzülnek ez a tudás, ez a tapasztalás, ez a gyakorlás, és ez szerint fogja majd élni az életet. Most szocializálódnak, most tanulják meg azt, hogy hogyan kell viselkedni a társadalomba, és még ők ezt a tanítást a szülőknek is továbbadják, amikor figyelmeztetnek bennünket arra, hogy de hát szelektíven kell gyűjteni a hulladékot, hogy menjünk a játszótérre, sportoljunk, kerékpározzunk. A Nyíregyházi Egyetemen ebben a tanévben fog végezni az első óvodapedagógus évfolyam. A szak népszerűségét pedig az is mutatja, hogy mintegy 400 hallgató tanul ezen a képzésen. Több mint 100 embernek köszönték meg segítségüket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Véradók napi ünnepségen a megyeházán. A rendezvényen kiemelték, a véradás azért is fontos, mert a vért nem tudják mással pótolni, ha valakinek szüksége van rá. Volt olyan önkéntes is a nyíregyházi rendezvényen, aki már több mint 100-szor adott vért életében. Magánszemélyeket, településeket és cégeket egyaránt jutalmaztak a Véradók napi ünnepségen kedd délelőtt Nyíregyházán. November 27-e egyébként a Véradók napja. A megyeházán azokat jutalmazták, akik már legalább 50-szer adtak vért, illetve azokat, akik sokszor segítenek a véradások szervezésében. Összesen több mint 100 elismerést tudott kiosztani a Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Az önkéntesség az mindig egy nagyon érdekes elköteleződés egy jó ügy irányában. Én úgy látom, hogy a viradás önkéntessége és a viradói önkéntesség egy nagyon speciális, egy gyönyörű szép és nagyon speciális területe az önkéntességnek, hiszen ilyenkor mindenki magából ad valamit, a vérét adja. Ez egészen másfajta a dolog, mint amikor az időnkből áldozunk, vagy a pénzünkből áldozunk valamilyen nemes ügy érdekében. Ugyanakkor ez nagyon fontos, hogy semmi mással nem pótolható a vér. Tehát jelenleg az egészségügyi ellátásban egy-egy műtét végrehajtásához, életmentő beavatkozásokhoz, vagy egy baleset kapcsán, hogyha valakinek vérre van szüksége, az csak egy másik ember vérével lehet megoldani, csak azzal lehet meggyógyítani. Amíg ezt nem tudjuk kiváltani, addig szükség lesz, és szükség van az önkéntes véradókra, hogy mindenki érezze ezt elköteleződésének. Ne csak akkor segítsünk, amikor az ismerős körben, vagy valamilyen tekintély személynek kell vért adni, vagy a baráti körben történik valami rokoni körben. Voltak olyan jutalmazottak is az ünnepségen, akik már 100-nál is többször adtak vért. Ők Provita díjat vehettek át a Vöröskereszttől. Máté Mihály például 107-szeres véradó. Az első véradások inspirált az, hogy édesapám is annak idén sokszoros véradó volt, illetve a honvédségnél jutalmaztak két nap jutalomszabadsággal, ezek maradtak meg emlékezetembe, majd később pedig a romániai események 89-ben, és akkor felhívták Nyíregyházan is a rádióban az emberek segítségét kérték, hogy a forradalom sérültjeinek adjunk önként vért. Ezek voltak az emlékezetes események.
Az önkéntesek azt is hozzátették, jó érzés, amikor SMS-ben kapnak egy visszajelzést, hogy felhasználták az általuk adott vért, így megmentették egy ember életét. Lezárult az idei agrártámogatások előleg fizetési időszaka. A Magyar Államkincstár 2019. október 16-a és november 30-a között csaknem 212 milliárd forint támogatást fizetett ki a gazdálkodók számára, közölte az Agrárminisztérium hétfőn. Az Agrárminisztérium közleménye szerint az előleg fizetés komoly segítséget jelentett az őszi mezőgazdasági munkák zavartalan elvégzéséhez, biztosította a termelők pénzügyi stabilitását és likviditását. A gazdák több mint 169 milliárd forint értékben kaptak közvetlen támogatásokat, amelyeken belül a két legnagyobb tétel az egységes terület alapú támogatási jogcím és a zöldítési támogatás volt, írja a hiradó.hu. Előbbi 125.629 termelőhöz jutott el, mintegy 118 milliárd forint összegben. Utóbbit pedig 94.331 jogosult kapta meg, 28,9 milliárd forint értékben. A vidékfejlesztési program egyes terület és állatalapú támogatásaiból a gazdák három jogcímen csaknem 28 milliárd forintban részesültek. A közvetlen támogatásokat kiegészítő, nemzeti költségvetésből finanszírozott tej- és húshasznú szarvasmarha ágazatot segítő egyes átmeneti nemzeti támogatásoknak köszönhetően további 14,9 milliárd forinthoz juthattak hozzá a gazdálkodók, írja a hírportál. A közös agrárpolitika forrásaiból évente mintegy 400 milliárd forint Európai Uniós forrású közvetlen támogatásra jogosultak a termelők, ezt az összeget uniós és állami társfinanszírozásban megvalósuló agrár- és vidékfejlesztési, valamint nemzeti és uniós piaci támogatások egészítik ki. Mindezeknek köszönhetően a magyar agrárium évente 600-700 milliárd forint támogatásban részesül. Az előlegfizetést követően immár részkifizetésként további több mint 12 milliárd forintnyi támogatás utalása valósulhat meg még decemberben, olvasható a hírben. Négy intézmény közel 150 tanulója vett részt azon a sportrendezvényen, amelyet a nyíregyházi Bárciban tartottak a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából. A fiatalok több sportágat is kipróbálhattak az egyéni és csapatverseny során. Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december 3-át a Fogyatékos Emberek Világnapjává, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset, katasztrófa következtében fogyatékossá váló problémáira. A nyíregyházi Bárci Gusztáv általános iskolában évek óta rendeznek egy sportversenyt a világnaphoz kapcsolódóan. A házigazda tanulói mellett a Görleszből, a Riedenszből és az újfehértói Tarnai tanodából közel 150 fiatal érkezett a rendezvényre. A diákolimpiai rendezvények és más szabadidős rendezvényekben nem tudnak részt venni, de itt együtt közösen én úgy gondolom, hogy nagyon élvezik, és igény is van arra, hiszen várják, hogy mikor tudnak találkozni saját társaikkal is, és megmutatni, hogy nekik is vannak olyan sportágak, ahol igenis eredményeket tudnak elérni, és a mai rendezvényünk tényleg a fogyatékkal élő emberek apropójára világnapja alkalmából rendeztük meg. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke szerint a hasonló rendezvények segítik a fogyatékkal élők integrációját. Ez egyik legfontosabb dolog, hogy ők is bele tudjanak kóstolni egyrészt a sport életbe, másrészt pedig a közösségi élménybe is. És ezért nagyon jó kezdeményezés az, amely itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Bárciban már évek óta zajlik, és úgy gondolom, hogy ezt el kell mondanunk, ez egyébként egy egyedülálló kezdeményezés, hogy a Fogyatékosok Világnapján egy ilyen sport és szabadidős versenyt vagy rendezvényt tartanak azoknak a halmozottan hátrányosan sérő gyerekeknek, illetve fiatal felnőtteknek, akik a napi rutin során talán kevésbé tudnak a sportban kiteljesedni, de azt hiszem, hogy pontosan ezek a rendezvények azok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóban be tudjanak illeszkedni a társadalomba, hiszen itt is kerülnek olyan helyzetekbe és szereznek olyan tapasztalatokat, amelyek a mindennapi élethez is szükségesek, legyen az akár kapcsolatépítés, vagy az egymással való kommunikációnak az elsajátítása, vagy az egyéb készségfejlesztése, ezekhez mind-mind hozzájárul a sport. A sportnapon az egyéni és csapatverseny során különböző ügyességi gyakorlatok teljesítésével lehetett megszerezni az érmeket, serlegeket és ajándékokat.
Szombaton 36. alkalommal rendezik meg a Mikulás futást Nyíregyházán. A Városi Stadionban 10 órakor kezdődő rendezvényen óvodások, iskolások és családok mérhetik össze tudásukat a 400 méteres távon. A szervezők kísérő programokkal is várják a résztvevőket. Többek között lesz Mikulás Express, cukorágyú, tombola sorsolás, és minden gyermek ajándékot is kap. Több mint 400 megrendezése kerül a Városi Stadionba a Mikulás futás. Most OTP Mag Mikulás futás néven szerepel már évek óta, és hát a legutóbbi rendezvényünkön bebizonyosodott, hogy nagyon szeretik a mi rendezvényünket, hiszen a nyuszi futáson több mint 2000-en vettek részt. Most a munkanap ellenére az iskolák és az óvodák jelezték, hogy nagyon sokan kompletten ki fognak jönni, és testnevelés órát itt fogják tartani ezen a rendezvényen, ezért is nagy létszámú részvételre számítunk. Az időjárás is kellemesen télre fordult, hiszen hó lesz a stadionba is, és ugye kellemes idő várja majd a résztvevőket. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. A Magyar Posta 2029-ig mind a 23 depóját fejleszti, van ahol bővítést, illetve automatizálást is terveznek. Erre több 10 milliárd forintot fordít a társaság a következő években. Ennek első állomása a nyíregyházi beruházás, a Szabolcsi megyeszékhelyen 2700 négyzetméterrel nőtt a Magyar Posta nyíregyházi üzemének területe. Erre azért van szükség, mert évről évre nő a kézbesítendő árutartalmú küldeménymennyiség. Ez a forgalom az idei karácsonyi szezonban például 15%-kal nőtt az előző évhez képest. Nyíregyházán közel 500 autista diák tanul intézményi keretek között. Közülük 4-en ünnepélyes keretek között vehették át a Most élsz kártyát, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház valamennyi telephelyén soron kívüli ellátást biztosít a számukra. Ez azért is fontos, mert így megkímélik önmagukat és környezetüket a kellemetlen és sokszor megbotránkozást kiváltó helyzetektől, amely az autizmusból fakad. A fenntarthatóság, az egészséges életmód és a testi-lelki egészség fontosságára hívták fel több száz óvodásokkal foglalkozó szakember figyelmét kedden a Nyíregyházi Egyetemen. A szakmai konferencián elhangzott, a területen dolgozók nyitottak ezen témák iránt, ami szükséges is ahhoz, hogy a gyerekek már ilyen fiatalkorban halljanak ezekről. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 3-án kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden este eleinte változóan felhős, majd túlnyomóan borult lesz az ég. Éjszaka párássá válik a levegő, zúzmarás köd is képződhet, húszálingózás előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 15 és mínusz 7 fok között alakul. Szerdán túlnyomóan borult lesz az ég, párás ködös idő várható, zúzmarára is számítani lehet, húszálingózás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 fok körül alakul. A következő napokban gyengén és erősen felhős területek, illetve időszakok változnak, kezdetben néhol fordulhat elő húszálingózás, ónosszitálás, a hétvégén helyenként eső, zápor eső várható, főleg az északkeleti vidékeken ónos eső, fagyott eső sem kizárt.